Hivatalosan is lezárultak a parlamenti választások. Négy című rovatunk vendége ezúttal dr. Szűcs Lajos, újonnan megválasztott országgyűlési képviselő. Közeledik az általános iskolai beiratkozások ideje. Ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat. Vecsési csapatok is megmérettették magukat a Lángész Kerestetik elnevezésű vetélkedőn. A Magyar Költészet napja alkalmából ismét megtartották a Városi Vers és Próza Mondó versenyt. A Róder Imre Városi Könyvtár zenés irodalmi délután tartott április 11-én. Mintegy 20 fát ültettek a főúton a Föld napja alkalmából. Közeleg a húsvét, az ünnepről és a miserendről dr. Huszka Mihály plébános beszél. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának április 18-ai adását látják. Nézzük rövid híreinket! A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy április 26-án szombaton lomtalanítás lesz a városban. A lomtalanítás reggel 6 órától kezdődik. Kérik, hogy a háztartási lomokat csak pénteken tegyék ki az ingatlanaik elé, mert minden utcában csak egyszer megy végig a Városgondnok Kft. Autója. Az április 25-e előtt kirakott lom szabálysértési eljárást von maga után. Szintén ezen a napon 8 és 14 óra között a Városgondnok Kft. Telephelyén a Vecsés-Damjanich utca 34 szám alatt a lakosság a veszélyes hulladékot háztartási mennyiségben térítésmentesen leadhatja. Április 28-a és május 26-a között ismét lakossági tüdőszűrés lesz Vecsésen. A tüdőszűrést a főút 112-es szám alatt a régi falusi iskola épületében tartják. A tüdőszűrés időpontja kedd, csütörtök és pénteki napokon 8 órától 13.30-ig, hétfőn és szerdán 11.30-tól 17.30-ig. A részletes tudnivalók Vecsés hivatalos honlapján a www.vecses.hu-n olvashatók. Hivatalosan is lezárultak a parlamenti választások. A hetes számú választókerület eredményeit, tapasztalatait Mohainé Jakab Anikó jegyző foglalja össze. Itt Vecsésen az egyes számú szavazókört jelöltök ki, a külképviseleten szavazók, illetve az átjelentkezettek szavazólapjainak a megszámlálására. Ez azt jelentette, hogy ebben a szavazókörben a választás napján nem történt meg az urnák bontása. Ezt most szombat délelőtt 10 órakor bocsátottuk a Szavazatszámláló Bizottság rendelkezésére. Ezekben lévő szavazatokhoz hozzákeverték a Nemzeti Választási Irodától szombaton megkapott szavazatokat. Ez összesen 857 borít vettünk át, és az urnában volt még 371 darab boríték. Tehát több mint 1000 szavazatot számolt meg a Szavazatszámláló Bizottság, délután 2-re lent meg ennek az SSZB-nek az eredménye. Mi a pontos eredmény ennek ismeretében? Hát most a hetes választókerületben a teljesen pontos eredmény az annyit jelent, hogy 83.575 volt a névjegyzében szereplő választópolgárok száma, ebből a szavazáson részt vett 51.198 választópolgár, a legtöbb szavazatot kapta dr. Szűcs Lajos, szám szerint 22.109-et, a második helyezett volt Szabó Rebeka, az MSZP együtt DKPM LMP jelöltje, ő 14.971 szavazatot kapott, a harmadik helyen pedig Sars Zoltán Jobbik jelöltje végzett 10.098 szavazattal. Minden rendben zajlott, vagy volt-e bárhol rendkívüli esemény? A szavazás napján volt néhány szavazókörben apróbb rendkívüli esemény, de ez minden olyan jellegű volt, amit a Szavazatszámláló Bizottság elnöke meg tudott oldani. Még egy rendkívüli esemény jegyzőkönyvét vett fel a bizottság szombaton, ezt pedig azért kellett neki kitölteni, mert Budapest 7-es választókerület, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-es választókerület szavazólapja keveredett bele a mi borítékunkban. Ez valószínűleg véletlen volt, úgyhogy ezekről kellett felvenni egy rendkívüli esemény jegyzőkönyvet, de a szavazás végeredményét ez egyáltalán nem befolyásolta. Az április 6-ai országgyűlési választáson dr. Szűcs Lajos szerzett mandátumot térségünkben.
Névjegy című rovatunkban Szappanos Krisztina vendége ezúttal a Vecsési Központú Választókerület újonnan megválasztott országgyűlési képviselője. Üdvözlöm Önöket, a Vecsési Magazint látják. Az április 6-i országgyűlési választásokon a 7-es számú választókerületben a szavazatok mintegy 43%-ával dr. Szűcs Lajos szerezte meg a voksok többségét. Ő maga most a vendégünk, üdvözlöm a stúdióban. Kedves csokolom, szép napot kívánok! Vége a kampánynak, ennek a kampánynak győzelemmel zárult. Gondolom, hogy már az értékelések is lezajlottak. Hogyan értékelni ezt a választást, hiszen igaz, hogy az 5. ciklusát kezdi meg majd az országgyűlésben, de ez a megmérettetés azért más volt, mint az előzőek. Hogyne, rendkívül nagy köszönettel tartozom az itt élő embereknek, akik ebben az új helyzetben segítettek, és abban is segítségemre voltak, hogy ebben az új választókerületben elsőként lehetek országgyűlési képviselő. És igaz, ahogy ön mondja, hogy ez már az 5. ciklus, de abból a szempontból mindenképpen egy jó dolog, hogy ott egy 13 évig tartó ciklus lezárásaként egy teljesen új helyzetbe kellett belelépni. Azt szokták mondani, hogy 7 évente illik az embernek megújulnia. Én most már 2x7 évet töltöttem ott, ez a dolog is abból indult ki, hogy abban a választókerületben nagyon sok mindent sikerült elérni, nagyon sok sikert tudtunk az ott élő emberekkel közösen megélni, csak visszamenőleg 4 város alakult a 13 év alatt a 15 településből, és amikor ide kerültem, akkor viszont az a érdekes és izgalmas helyzet állt elő, hogy volt vecsésiként visszakerültem oda, ahonnan tulajdonképpen indultam. Úgyhogy még egyszer köszönöm azt a nagyon sok segítséget és szeretetet, amit itt kaptam az emberektől, és büszke vagyok arra, hogy ezt a sikert közösen el tudtuk érni. Akkor ezek szerint többszörös a motiváció, ugye? Egyrészt új területen dolgozik, tehát újabb városokat kell majd megújítania, van helyismerete, hiszen Vecsésen nőtt fel, illetve ugye hát azért van egy megfelelés is, hogy most új embereknek kell bizonyítania. Igen, ez mindenképpen új izgalom, hiszen az ember a napi rutint, ha ismeri, akkor egy idő múlva az tényleg egy rutinná válik. Itt viszont az, hogy ebből a 8 településből, ami a mi választókerületünket alkotja, 6 már eleve város, és szinte tulajdonképpen ugyanazokkal a problémákkal küzdik, hiszen az M0-ás, a repülőtér, a vasútvonalak, azok mindenki számára hasonló problémákat jeleznek. Az, hogy itt vagyunk a főváros mellett, munkahely és munkanélküliség szempontjából teljesen más terület, mint mondjuk a Dél-Kelet-Pest megyei részek. Úgyhogy ebben izgalmasan telnek a napok, újra beletanulni és egy új dolgot megismerni, az szerintem egy fontos dolog. Mint volt vecsési, itt élt, látja, hogy hogyan élnek az emberek, igaz, hogy ugye azóta már mondjuk nem Vecsésen lakik, de tudja, hogy nagyjából milyen problémákkal néznek szembe is, akár nem csak Vecsésen, hanem más településeken is. Hát az igaz, hogy nem Vecsésen lakom, de az anyukám még mindig itt lakik, innen a stúdiótól kb. 150 méter elég vonalba, tehát pontosan tudom, és elég sokat szoktam ide járni ahhoz, hogy lássam, hogy élnek itt az emberek. Nagyon komoly dolog például a vasútvonalnak a kérdése, nagyon komoly dolog például itt a vasúti átjárónak a kérdése, amiben valamiféle megoldást a következő időszakban szeretnénk majd az önkormányzattal közösen elérni. Szerintem egy nagyon izgalmas időszak van, sokan kicsit neheztelve is nézhetnek arra, hogy a gyálvecsési összekötő út az most éppen megújul, hát amikor éppen egy építkezés van, akkor nem biztos, hogy örülnek neki az emberek, hiszen ez kényelmetlenséget, kellemetlenséget okoz nekik, de ez egy fontos dolog, és azt gondolom, hogy meg is ígértük jó néhány alkalommal, hogy ezt az utat mindenképpen föl kell újítani. Természetesen egy furcsa és vecsésiek számára azért mindig közeli dolog a repülőtérnek a kérdése, és összehangolva országos nagy kérdésekkel, hogy lesz-e magyar légitársaság, hogyan tudjuk fejleszteni a repülőteret, meg a környéken lévő ipari területeket, vállalkozásokat, hiszen azért mégiscsak itt Pest megyében és itt ezen a területen összpontosul a magyar gazdaság, és hogyha nem megfelelő válaszokat adunk az éppen jelentkező kihívásokra, akkor lemaradhatunk, és ezt nagyon nem szeretnénk.
Április 6-án tehát akkor idézőjelben jól vizsgázott, és a stressztűrő képessége? Hát az szerencsére az elmúlt időszakban komolyan megnőtt. Én a jogi egyetemen egyszer hallottam az egyik professzortól, Hamza professzortól, hogy nem a tudás a lényeg egy egyetemi tanulmány során, hanem az embernek a stressztűrő képessége. Akkor nem is igazából értettem, mert amikor az ember ezt benne van egy ilyen helyzetben, akkor nem tudja. De most, hogy egy kicsit hátrébb tudok vonulni, és meg tudom nézni azt az időt visszamenve, akkor bizony igaza van, hiszen az embernek nem könnyű elviselni azt, hogy 4 évente meg kell újból méretni magát villanyoszlopokon és egyéb más helyeken a szép cipó képét kirakják, és annak mindenféle atrocitást el kell bírnia. És elsősorban az volt nehéz legalábbis a legelején, hogy a család az úgy vészelje át ezeket az időszakokat, hogy ne legyen nagyon nagy kár az ő számukra is, hiszen bármilyen furcsa is, 2 lányom van, ők az elején nagyon komolyan megszenvedték azt, hogy egy országgyűlési képviselő az apjuk, mert így vagy úgy közszereplőként vagy azonosították velem azt, amit ők tesznek, vagy pedig inkább hátrányuk származott abból, hogy ők egy képviselő lányai, és ez egy családi vonatkozásban azért mindig visszahat egy ilyen kapcsolatra. Szerencsére ennek a 2014-es választásnak azért volt egy olyan eredménye, hogy megpróbáltunk úgy felkészülni erre a választásra, mint ahogy a Moldova György Paraszbácsis novellájában, hogy erre gondoltunk, erre is gondoltunk, és most nem volt olyan, mint ami a novella végén volt, hogy erre azért nem gondoltam, hogy az a végén még a nyakamba is fog zuhanni. Tehát megpróbáltunk megfelelő módon fölkészülni arra, hogy mi várható. Tudtuk előre, hogy nem lesz könnyű, az ellenfelek nem fognak fukarkodni a rossz szallással, meg a gonoszsággal, de mint ahogy most is mutatja, én megint itt vagyok, és mindig is itt voltam Vecsésen. Ők meg már sem tudják, hogy hol van Vecsés, megint csak egy GPS koordinátorként tudják ezt apostrofálni. Én pedig továbbra is szeretném itt élni az életemet, itt a helyiek gondjaival foglalkozni, úgyhogy a stressz, az, ha ilyen módon a kérdés erre vonatkozott, az természetesen mindig benne van. Én első diplomám az népművelői diploma, és nagyon sok művésszel találkoztam, és azt mondták, hogy aki kimegy a színpadra, és nincs meg a 170. előadásnál is az a pici druk, az a pici stressz, akkor nem fog tudni jól teljesíteni. Hát az mindig megvan az emberben, de ha erre komolyan készülünk, akkor ezt lehet is kezelni. Voltak azért holtpontok az elmúlt évek során, akár családi nyomás hatására, akár olyan bírálatok érték, amelyeket nagyon igazságtalannak tartott, és úgy érezte, hogy ha védekezi, talán rosszabbul jön ki belőle. Tehát voltak-e olyan pontok, amikor úgy érezte, hogy ez már a személyiségével, a stressztűrő képességével nem összeegyeztethető? Hogyne, egy nagyon furcsa kettőssége volt az életemnek 2006-tól 2014-ig. Hiszen amellett, hogy országgyűlési képviselő voltam, a megyei közgyűlési elnöki tisztet is betöltöttem. Ezt az elején csak támadásként fogták föl sokan, hogy azt mondták, hogy 2 lovat egy fenékkel megülni nem biztos, hogy lehet. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy nagyon komoly átalakulás és egy nagyon komoly krízis helyzet volt az, amit ezzel alatt a 8 év alatt át kellett vészelni, meg kellett oldani a megyei önkormányzatban. Képzelje azt a helyzetet, hogy egy több mint 8000 főt alkalmazó nagy, egyik barátom azt mondja, hogy egy világon is eléggé komolyan jegyzett vállalkozás lenne, vagy vállalat lenne, amelyik 8000 főt alkalmaz, abból most egy olyan 40-50 főt alkalmazó önkormányzati hivatallá csökkentünk le. Közben voltak olyan helyzetek, amikor például a Rókus kórházat ránk akarták zárni 2007 elején, vagy elvették tőlünk az illetékhivatalt, vagy például 2010-ben, amikor egy olyan gazdasági helyzet volt, amivel azt is magunkkal hoztuk, hogy egy olyan komoly hiánygazdálkodást kellett elvégeznünk, amiben
mondjuk olyan helyzetek is kialakultak, hogy az étkezéssel kapcsolatban problémák voltak, vagy például iskoláknál a gázt kikötötték a szolgáltatók. Ez mind-mind olyan helyzet volt, amelyik természetesen nem volt könnyű. Minden egyes alkalommal, ha elkezdtünk volna az igazságot elmondani az embereknek, akkor egyrészt az már csak egy olyan dolognak tűnt volna, hogy magyarázkodunk, és sokszor nem is értették volna meg azt a helyzetet, ami akkor éppen kialakult. Például a gáz csapok elzárásával kapcsolatban, miután a helyzetet megoldottuk a belügyminisztériumban, a szolgáltató cégnek a vezérigazgató helyettese szűk körben ugyan elmondta, hogy ezt az egész dolgot azért csinálták éppen velünk, mert tudták, hogy ránk nagyobb figyelem lesz az országos médiában, és igazából nem nekünk akartak ezzel rosszat, hanem üzenni szerettek volna a kormánynak. Most, hogyha ezt éppen elmondjuk akkor abban a helyzetben, akkor nem hiszik el, de utána azért látszik, hogy a jogszabályi változások úgy voltak, hogy közintézményben fűtési időszakban nem lehet kikapcsolni a közszolgáltatásokat, és nagyon sok olyan szabály lépett életbe, amivel akár ezeket is ki lehetett küszöbölni, akkor nekünk ezt nem volt nagyon könnyű elviselni. Akkor én is sokszor úgy éreztem, hogy ez egy olyan helyzet, amiben nem biztos, hogy jól érzem magam. Viszont azt is tudtam, hogy nekem az a feladatom, hogy a lehető legjobban megoldjam ezeket a helyzeteket, problémákat, és hogyha egy pillanatig is sokkal nagyobb módon felelősséget éreztem volna a dolognak a negatívumának a kialakulásáért, akkor például nem mertem volna elvállalni azt a helyzetet, hogy itt ebben a választókerületben egyéni országgyűlési képviselőként induljak. Azok a dolgok, amiket pedig az utolsó napokban, akár a szólólapokon az ellenfeleim mocskolódással rólam írtak, azokra meg annyira nevetséges lenne 3-4 év után válaszolni, és azt mondani, hogy hazugság, hogy azt gondolom, sokkal többet tettem volna azért, hogy ők ismertebbé váljanak, mint hogy nem válaszoltunk ezekre a amúgy tényleg hazugság kategóriáját öltő vádakra. A politikusok azok nem teremnek, születnek, hanem akár egy tanulási folyamat eredménye lehet az, hogyha valaki politikussá válik. Ön mikor érezte azt először, hogy érez a politika iránt vonzalmat, illetve melyek voltak azok a tulajdonságai, amikre úgy érzi, hogy alapozni lehetett, hogy végül is egy elég szép politikai karriert befusson? Hát én azt gondolom, hogy az egy teljesen jó mondat, hogy az ember nem születik politikusnak, és még azt sem gondolom, hogy valaki nagyon komoly késztetésként készülhet arra, hogy belőle politikus váljon. Nagyon sok történetnek, nagyon sok furcsa együttállásnak, vagy bajnak a következménye az, hogy az ember eljut odáig, hogy ilyen vagy olyan módon politikus legyen. Én arra emlékszem vissza, hogy a szüleimtől mindig azt tanultam, hogy legyen nagyon komoly önbecsülésem. Emellé párosult nekem egy nagyon komoly igazságérzet is, ami a diákkorom idején az inkább hátráltató volt, mert én sosem rejtettem véka alá azt, hogyha valamiről van egy véleményem, és ezt el is mondtam. Ez esetben például ez azt is jelenti, hogy nem is mindig örülnek annak, hogyha az ember kimondja valakiről a akár sarkos, de őszinte véleményét, és hát ez, én nem is tudom, ez egy furcsa dolog. Az én esetemben például az kellett hozzá, hogy én egy politikusi pályát válasszak. Nem erre készültem, én abszolút nem erre készültem. Arra készültem, hogy egy műszaki irányultságom legyen. Innen Vecsésre indultam el a Puskás Tivadar szakközépiskolába, ahol műszerésznek tanultam. Akkor egy furcsa történet volt, hogy 81-nek a telén egy baleset miatt nem tudtam normálisan fölkészülni az érettségi során a felvételire, és akkor úgy alakult, hogy nem is sikerült beadnom a felvételit.
éppen el tudtam végezni az iskolát, törött lábbal be tudtam bicegni az érettségire. Utána pedig egy tragédia úgy hozta, hogy az édesapám 83 elején meghalt, és akkor pedig volt még egy tanuló öcsém, akivel kapcsolatban azt kellett eldönteni a családnak, hogy ő tanuljon tovább, vagy én tanuljak tovább, és akkor úgy döntöttünk, hogy én akkor dolgozom, és később, amikor már megnősültem család és gyerekek mellett, végeztem el 3 főiskolát, és valahogy úgy alakult egy baleset nyomán 2000. október 16-án meghalt Buza Attila, az előző választókerületben az elődöm, és valahogy úgy alakult, hogy én indulhattam akkor abban a választókerületben. Úgyhogy ezek mind-mind egy ilyen furcsa, éppen egymás mellé rakódó kövek, de ahogy a Széchenyi mondja, hogyha ezekből a kövekből egy lépcsőt lehet építeni, akkor a lépcsőn föl is lehet menni valahova. Szerencse is volt, baleset is volt, több is ebben a helyzetben, valahogy így alakult, és én meg azt tanultam meg, hogy éppen abban a helyzetben, hogyha az ember megpróbál a lehető legjobb lenni abban a szituációban, akkor lehet előre jutni. Senkinek nem a hátán, senkinek nem a megalázásával, senkinek nem a gyalázásával, hanem a saját magam erejével próbáltam előre menni. Azt már hangsúlyozta, hogy az igazságérzete fejlett volt, és mondjuk hát az, hogy elvégezte a jogi egyetemet, az is mutatja, hogy ez valóban így van, sőt tovább fejlesztette azt, hogy helyesen is döntsön jogilag. Utána milyen politikussá vált, mert ugye hivatásos politikusnak nevezhető, és ugye a politológiában is megkülönböztetünk különböző politikus típusokat. Lehet, hogy ezek nagyon lesarkított kategóriák, de mégis melyikbe sorolná magát. Most így röviden elmondom, bár lehet, hogy igazán egyik skatujában sem lehet behelyezni egy embert. Ön ideológiai beállítottságú bürokratikus, akár technokrata, tehát azt nézve, hogy a gazdasági és az egyéni, illetve a közösségi érdekek minél inkább közelítsenek egymáshoz, érdekijáró típus, vagy pedig népvezér típus, ami ugye azt jelenti, hogy nem feltétlenül azt nézi, hogy milyen gazdasági érdekek vannak, hanem mindez az ideológiával is párosuljon. Én eddig életem során azt tanultam meg, hogy természetesen a helyi érdekeket érvényesíteni és képviselni az a legfontosabb dolog ebben. Mondhatjuk akkor, hogy inkább egy ilyen kijáró típusú érdekérvényesítő ember vagyok, még azt sem mondom, hogy politikus, mert ebben a helyzetben természetesen nem ezek a kategóriák fontosak, hanem az, hogyha az ember következetes és megpróbál végigvinni egy-egy ügyet, akkor van benne a többi kérdés is. Természetesen fontos, hogy az ember tudja azt, hogy mit miért tesz, és mi miért történik, mi annak a következménye annak a lépésnek, amit ő tesz. De én azt gondolom, hogy egy egyéni országgyűlési képviselőnek, például a mi esetünkben, április 6-án este 10 vagy 11 óráig volt annak értelme, hogy az a pártszövetség, akinek a színeiben én indultam, az megnyerte a választást. Másnap reggeltől én ennek a közel 100 000 embernek vagyok az országgyűlési képviselője, és hogyha az elmúlt életemből mondhatom, akkor bárki, bármelyik oldal oda jöhet hozzám, nem azt fogom rendező elvnek tekinteni, hogy ő a jobb vagy a bal szekértábor problémáival keresett meg, hanem azt a problémát, amit ő felém közvetített. És az a jó vagy a rossz válasz erre a dologra, hogy lehet-e benne segíteni, vagy nem. De ugyanakkor azt is el kell mondani, hogyha nem, mert természetesen nem lehet senkit kétség és remény között tartani, hogy egy ügyben lehet-e segíteni, avagy sem. A skatujázás mellett szerintem én azt tanultam meg az elmúlt 13 évben, vagy egy kicsivel többen, hogy a legnehezebb dolog valamire nemet mondani. A legnehezebb dolog azt mondani valamire, hogy nem, mert persze egy politikust úgy szoktak beskatujázni, hogy ez milyen rendes és milyen sokat tudott segíteni, de meg kell mondani azoknak is, amiben nem lehet segíteni. Ez egy nagyon nehéz folyamat, ezt én a saját bőrömön is tapasztaltam, de
aki komolyan akarja venni ezt a dolgot, annak ezt meg kell tanulnia. Sok mindent megtanult, ő pedig ráadásul itt Vecsésen, az akkori Martinovics téri általános iskolában. Milyen életre szóló élményeket kapott, amikre talán így nehéz visszaemlékezni, bár alkalma volt rá tavaly, amikor ugye a 85. születésnapját is ünnepelte az iskola. Hát igen, amikor visszakerültem, és megtudtam, hogy ennek a választókerületnek leszek a későbbi képviselőjelöltje, majd képviselője, akkor nagyon sok emlék jött elő szinte a semmiből. Ugye 30-40 év távlatából előjönnek ismeretségek, előjönnek olyan képek, amik az iskolában voltak. Például az, hogy Gál Pista bácsi, aki akkor a technika tanárunk volt, az jó néhány olyan dologra emlékeztetett, amikor mi versenyeken indultunk. De még előtte az óvodából is, majd hamarosan fölrakok a Facebookra néhány olyan óvodás képet, amitől néhányan csuklani fognak, mert ilyen állacos, bálos maszkarákba öltözött fiúkat és lányokat is találtam a képek között. Ön mi volt? Én akkor huszárnak voltam éppen öltözve, de volt nagyon sok izgalmas dolog, meg ilyen boltos fiúnak és hasonló dolgoknak. Például az iskolában arra emlékszem, hogy én nagyon sokáig kórustag voltam, és még akár versenyeken is indultunk, és aztán amikor 6.-7. a sport inkább vonzott, akkor azt mondtam, hogy mutál a hangom, és kiléptem a kórusból. Arra is emlékszem, hogy ott a Martinovics téren mi voltunk azok, akik nagyon sokat tettünk azért, hogy a kézilabda az itt meghonosodjon. Emlékszem rá, hogy milyen sokat dolgoztunk akkori módon társadalmi munkával, hogy ott egy bitumenes pálya alakuljon ki. Emlékszem a téli focikra, amikor jégen, hóban kint csúszkáltunk, és nagyon boldogok voltunk, hogy egyáltalán kimehettünk, és otthon nem voltak annyira boldogok, mert a tornacipők azok folyamatosan tönkrementek, meg a nadrágok is ki voltak térdelve, ki voltak csúszkálva. De arra is emlékszem, hogyha már így mondja, hogy én nem olyan régen a teniszszövetség elnöke lehettem, és pont ezen a bitumenes pályán, a Martinovics téren mi voltunk, akik kézzel felfestettünk egy teniszpályát, szereztünk valahonnan, egy klubban összeadtunk pénzt, és egy röplabda hálóból csináltunk egy teniszhálót, és iszonyatos, most már visszanézve iszonyatos orosz fém teniszütőkkel püföltük a labdát hétvégenként, és egy nagyon komoly élet alakult ki. Ez mind-mind olyan dolog, vagy például a régi műfáznak a Pince klubjában zenéltünk, és diszkóztunk az akkori kornak megfelelő eszközökkel. Ez mind-mind nagyon jó emlék, vagy például, akik még öregebbek úgy, mint én, azok tudják, hogy voltak vecsési ifjúsági napok, és mi voltunk, akik először transzparens csináltunk az utak felé, éjszaka festettük a betűket a drapériára, és utána mászkáltunk föl a villanyoszlopra, hogy kifeszítsük. Tehát ilyenekre azért nagyon komolyan vissza tudok emlékezni. De a sport már akkor is jelen volt az életében, ugye a tenisz, és a horgászás is később az egyik kikapcsolódási formájává vált. Merre szokott járni? Hát erre a válaszom az szokott lenni, hogy vízpartra szoktam pontosan menni. Igen, éreztem, hogy szerencsére, ezt a labdát le fogja ütni. Szerencsére azért az a helyzet, hogy nagyon sok olyan hely van, ahova el tudok járni, de megint csak egy furcsa fintora az életnek, hogy egy haláleset miatt tavaly fölkértek egy egyesületnek a vezetésére. Tavalyi év azért volt izgalmas ebből a szempontból, és azért vállaltam el Örkényben a Horgász Egyesület vezetését, mert a tavalyi évben készült el az a horgászati törvény, aminek én az ügygazdája voltam a parlamentben, és emiatt a gyakorlati tapasztalatok levonása miatt fontos volt a számomra, hogy lássam egy egyesületnek az életét belülről, ahhoz, hogy a törvényhez olyan információkat és olyan tapasztalatokat tudjak hozzátenni, amivel a horgászok érdekeit próbáltuk és próbáljuk most is tenni. Én egyébként a horgászatot nem azért kezdtem, mert valamilyen célom volt vele, és hogyha elmondhatom,
az izgalmas történetet, akkor az életem első pontját, azt a Kertek-Alja vasútállomáson fogtam a porban. Valaki elhagyott egy pontyot ugyanis, és ott vergődött, és ott fogtuk meg egy barátommal, hazavittük, megfőztük és megettük. Tehát még csak nem is a vízben, hanem a Kertek-Alja vasútállomáson fogtuk ezt a pontyot. De azóta nekem ez egy olyan kikapcsolódás, amivel azt a stresszt, amit a beszélgetés elején mondott, nagyon jól lehet oldani, hiszen amikor az ember kimegy egy vízpartra, amellett, hogy természetes közegben tud tartózkodni jó időben vagy rossz időben, de mindenképpen valami természetes helyen, amikor bedobjuk a szerelést a vízbe, onnantól kikapcsolódik az ember ebből a világból, és csak a régi vadász ösztön van, hogy megmozdul-e a kapásjelző vagy az úszó, és lesz-e valami a horgon, és utána, mivel nem lehet belelátni a vízbe, nem tudjuk, hogy milyen halat fogunk, és ez mind-mind olyan izgalom, amit szerintem nagyon fontos. Aki nem tudja, annak javaslom, hogy egyszer próbálja meg, és ha már így vagyunk, akkor azt is javaslom neki, hogy ha tényleg jót akar tenni magával, akkor egyen sok halat, mert ez is egy fontos dolog. Viszont nem csak kifogja a halat, és ugye a vízben is, nem csak a Kertek alján, hanem meg is főzi. Tehát a káposztafeszten is már nem először láthattuk a tisztelt ház berkein belül, hogy akár káposztás harcsát főz. Így van, én azt gondolom, hogy olyan horgász vagyok, aki szeretem is megfőzni azt, amit megfogok. Szerencsére sokkal többet fogok, mint amennyit éppen el is lehetne fogyasztani, úgyhogy a fogd meg és erezd el mozgalomnak is szoktam hódolni, általában csak annyi halat viszek el, amit éppen akkor el lehet fogyasztani. De szerintem ez egy fontos dolog Magyarországnak az édesvízi halakkal kapcsolatban. Nagyon sok olyan lehetősége van, amit ki kellene használni, és persze az is egy fontos dolog, hogy olyan ételeket készítsünk, amivel meg tudjuk ezt a dolgot tenni. Éppen múlt héten készítettem egy halászlét egy néhány fős baráti társaságnak, és nem másnap fölhívtak, hogy mondjam már meg, hogy milyen halból csináltam, mert ilyen fehér halat ők még nem ettek halászlében. És amikor elmondtam nekik, hogy semmi trükk nincs bennem, mert az a halászlé, amit készítettem, az halból, vízből, paprikából, hagymából és sóból készült, akkor mindig elcsodálkoztak, és akkor megkérdezik, de hát nem volt benne szálka. Igen, mert úgy készítettem, hogy kifiléztem, és utána beírdaltam, hogy ti is meg tudjátok enni, mert én magam nem nagyon foglalkozom a szálkával, de azt tudom, így szoktattam rá a családomat is, hogy ők is megegyék a halat, hogy abban nem lehet szálka, az nem lehet zsíros, annak jó ízűnek kell lenni, és minél kevésbé halízűnek, nehogy azt mondják, hogy ők halat tesznek. Ön precíz ember? Hát annyira azért nem. Hát nem szoktam minden reggel beállítani a hajamat, és de nem azt kérdeztem, hogy hívú-e, hanem a munkájában precíze. Tehát próbál-e maximálisan teljesíteni? Akkor igen. Magasra teszi a mércét. Másoknak is? Igen, általában ez sok konfliktust is szokott okozni, mert amikor az ember azt szeretné, hogy a legjobb eredményt érje el, akkor néha a saját korlátainkat is meg kell haladni, és hogyha nem így teszünk, akkor nem is lesz eredménye ennek a dolognak. Semmivel nem másabb ez a munka, mint egy sportolónak a teljesítménye. Hogyha nem haladjuk meg önmagunkat egy ilyen helyzetben, akkor nem is várhatjuk el magunktól, hogy jobbak legyünk, mint bárki más. Azt hiszem, hogy ez végszónak is megfelelő. Köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba. Köszönöm szépen. Közeledik az általános iskolai beiratkozások ideje. A legfontosabb tudnivalókat dr. Rutkáné Molnár Mónika, a Vecsési Tankerület vezetője ismerteti. 2014. április 28, 29 és 30-án egy hétfőked, illetve szerdai napon lesznek a beiratkozások. Ezeknek a körzet határai már a Vecsési honlapon, illetve a tankerület ablakában már egy jó ideje megtekinthetők, tehát minden leendő elsős szülője megnézhette, hogy melyik iskolába kell beiratni a gyerekét. Mi azt kértük, hogy az adott körzet, tehát amelyik körzetbe tartozik a gyerek, oda mindenféleképp menjen el a szülő, írassa be,
de ha szeretné esetleg máshova vinni, akkor oda is menjen el, és ott is iratkozzon be. Utána a menetrend az lesz, hogy az az iskola, amelyik nem a körzetes iskolája, de mégis fel tudja venni, az egy befogadó nyilatkozatot fog adni erről. Ezzel a befogadó nyilatkozattal kell majd menni a körzetes iskolába, ahol jelzi, hogy nem ide szeretne menni a gyerek, mert fölvették a másikba. Ezen kívül még olyan papírokat kéne vinni a szülőknek, amivel igazolja a gyereknek a személyazonosságát. Erre a legmegfelelőbb ugye a lakcímkártya. A lakcímkártyának a hátoldalán található az a bizonyos személyi azonosító, ami mindenkinek van, és ezzel tudja igazolni a gyereknek a személyazonosságát. Ezen kívül már az óvodánkba kiküldtünk egy nyilatkozatot, ami arra vonatkozik, hogy a szülők a szülői felügyeleti jogukat együttesen gyakorolják, vagy pedig külön. Kérjük, hogy ezt a papírt kitöltve a beiratkozáskor vigyék magukkal. Illetve azoknak a gyerekeknek, akiknek valamilyen szakértői bizottságtól bármiféle vélemény van, azt vigyék magukkal, mert ez többféle kedvezményre is jogosít, illetve nem mindegy, hogy a következő évtől a gyógypedagógiai ellátást hogyan tudjuk felmérni, és hogyan tudjuk majd megoldani. Ehhez nekünk szükség van arra, hogy tudjuk, hogy hány gyereknek kell ezeket az ellátásokat biztosítani. Kik a tanköteles korúak? A leendő elsősöknél azok a tanköteles korúak, akik 2014. szeptember 1-jéig betöltik a 6. életévüket. Ezeket a gyerekeket az óvodában megvizsgálták, tehát kapnak egy óvónői véleményt, illetve hogyha ha szakértői bizottság elé mentek, és a szakértői bizottság úgy találta, hogy még egy évre maradjon az óvodába, akkor ezeknek a gyerekeknek papírjuk van arról, hogy ők egy évvel tovább maradnak az óvodába. Egyébként akinek meg olyan vélemény van, hogy fejlett, tanköteles, annak pedig be kell iratkozni a következő évre. Elvileg a szülő kérheti-e azt, hogy a gyermeke még egy évig óvodába járjon? A szülő is kérheti, de ezt szakértői bizottság véleményével alátámasztva lehet együtt kérni. Ha a bizottság is megállapítja azt, hogy inkább maradjon egy évig, akkor tud maradni. Tehát csak szülői kérésre nem. Itt Becsésen általában hány fős első osztályok indulnak? A tavalyi évben az volt, hogy átlagosan 27 és 30 fő között voltak a leendő első osztályosoknak a száma. Változik-e az, hogy itt Vecsésen az iskolákban plusz első osztályok indulnak-e, vagy pedig marad úgy, ahogy tavaly indultak? Már a tavalyi évben is ugye plusz osztályok indultak az előző évekhez képest. Az előzetes felmérés alapján most is erre számítunk, hogy megnövekedett osztályokkal fognak indulni az iskolák. Hál' Istennek azt mondhatjuk, hogy itten Vecsésen sok gyerek van. A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumba azonban bárki jelentkezhet Vecsés területéről, illetve a Grassalkovich Antal Németh Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskolának a fenntartói jogáról sincsen még végleges döntés, hogy a Németh Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába kerül-e vagy sem. Amennyiben igen, akkor erre a két iskolára nem vonatkozik akkor a felvételi körzet. A Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium, miután katolikus iskola, országos beiskolázása van, tehát ott nincs körzethatár. A Grassalkovich Antal fenntartói váltásában május 30-áig dönt a miniszter, addig tehát a régi körzethatárok, illetve az, hogy Vecsés egész területéről a német nemzetiségűnek vallót fölveszik, addig ez érvényben marad. Kell-e most nyilatkozni a beiratkozáskor arról, hogy hit vagy erkölcstan tanul-e majd a gyerek? Igen, tehát a beiratkozáskor, amikor viszi a szülő ugye a lakcímkártyát, viszi a nyilatkozatot, akkor az iskolában nyilatkozik arról is, hogy egy évig, tehát egy éven keresztül erkölcstant vagy hittant tanuljon, és hogyha a hittant választja, akkor melyik felekezetnek megfelelő hittanórát kéri. Közelítsük meg a kérdést most egy kicsit az iskolák és a tanárok szempontjából is. A tankönyvrendeléseket is hamarosan le kell adni.
A tankönyvrendelésnek is most április végéig van a határideje. A leendő elsősök, illetve a mostani elsősök, akik jövőre másodikosok lesznek, ők ingyen kapják a tankönyvet. Ebből ugye az következik, hogy aki most elsős, a tankönyvét év végén ugye leadja az iskolába, a jövő évben első bekerülő gyerekek ezeket a könyveket fogják megkapni. Azok, amik munkafüzetek voltak, azok pótlásra kerülnek, és a többi évfolyamon, tehát 3-tól 8-ig, ott pedig ugye a régi rendszer szerint rendelik a tanárok a könyveket, és azért fizetni kell. Egy gyerekre körülbelül 12.000 forintnyi összegnek megfelelő lesz a tankönyv csomagára. Április 10-én rendezték meg a Földgázszállító ZRT Lángész Kerestetik vetélkedőjének vecsési elődöntőjét. A 19 csapat között két vecsési intézmény tanulói is megmérettették magukat. 2011-ben rendeztük meg először ezt a vetélkedőt, ugye az FGS Földgázszállító ZRT-nek a székhelye Siófokon található. Az első évben csak a Siófok és a környéki iskolákat hívtuk meg, aztán 2012-től országossá bővítettük, és valamennyi olyan iskola meghívást kapott, akinek a működési területén valamilyen FGS-es létesítmény található. 6 üzemközpontunk van az országban, így Miskolc, Vecsés, Kecskemét, Gellénháza, Kápolnásnyék, Hajdúszoboszló területéről is érkezhettek csapatok. Vecsés környékéről a kezdetektől fogva vannak iskolák. Két iskola az, aki mindig megméretteti magát egy-egy csapattal, a Petőfi és a Grassalkovics iskola. Ők egyébként nagyon szép eredményeket is elértek, amikor a döntőbe jutottak, volt, hogy éppen hogy csak lecsúsztak a dobogóról. A tapasztalataink azok, hogy a gyerekek nagyon élvezik azt, hogy egy olyan új területtel ismerkedhetnek meg, ami esetleg a mindennapi tudásanyagnak nem képezi a részét. Ugye az is a célunk ezzel a vetélkedővel, hogy felkeltsük az érdeklődéseket a természettudományok iránt, azon belül pedig a szénhidrogénipar érdekességeit megmutassuk nekik, esetleg egy kicsit orientálódjanak ezáltal a továbbtanulás tekintetében mondjuk a földgázipar felé, hiszen ugye a mi cégünknek is szüksége van szakemberekre, tehát egy picit ilyen utánpótlási jelleggel is találtuk ki ezt a vetélkedőt. Több fordulósak ezek a vetélkedők, és ahogy ön is említette, nagyon specializált a témakör, tehát egy földgázszállítással, földgázellátással kapcsolatos témakört egy általános iskolás számára nagyon nehéz érdekesíteni, de ha a gyerek már rákapott az ízére, akkor nagyon jól fel tud készülni. Milyen jellegű feladatokkal készültek? Igyekeztünk úgy összeállítani a feladatokat, hogy nagyon változatos legyen. Tehát sok minden, sokrétű tudás kell ahhoz, hogy igazán helytálljanak itt a gyerekek. Számítunk azokra az ismereteikre, amiket egyébként az általános iskolából amúgy is hoznak magukkal. Tehát vannak olyan feladatok, amiknél a számolásnál a matematikai alapkészségek, a matematikai tudásra van szükség, egy kis fizika, egy kis kémia bele van csempészve, pici biológia, de szükség van arra is, hogy a gyerekek ki tudjanak állni bátran, tudjanak beszélni, megszólalni, a magyar nyelvtant ismerjék. Olyan feladatokat is szoktam belecsempészni, nem titok, hogy nagyrészt én állítom össze a feladatokat, hogy kis verseket kelljen írni esetleg megadott szavaknak a belecsempészésével. Tehát változatosságra törekszünk, és arra, hogy élvezzék a gyerekek a feladat megoldása közben is már a vetélkedőt. Ugye a tudásanyagban, ami a vetélkedőnek a honlapján található, mindig feltöltünk olyan anyagokat, segédanyagokat, amelyek az ő nyelvükön magyarázzák el ezzel a területtel kapcsolatosan a tudnivalókat, ebből tudnak felkészülni, és természetesen kérdezhetnek is tőlünk szervezőktől bármikor, de már a csapatvezető tanárok is nagyon ügyesen szoktak érdeklődni, hogyha valami nem világos, nem tiszta, nagyon sok anyagot kapnak, és zseniálisak a gyerekek, azt kell, hogy mondjam, nagyon kreatívak, nagyon ötletesek, bátrak, úgyhogy tényleg minden évben szinte leesik az állunk egy-egy bemutatkozást is, amikor végignézünk, hogy mennyire ügyesek. Ha már ön állítja össze a feladatokat, akkor nyilván idézni is tud, akár a Totóból. Tehát milyen jellegű kérdésekre számíthat az az általános iskolás, aki erre a versenyre jelentkezik? Így van, hát vannak olyan kérdések, amit például a kémiából azt ugye mindenképpen tudni lehet már, hogy melyek a földgáznak az összetevői például. Tehát most írtunk olyan feladatokat is, vagyis írtam olyat, hogy vegyjelekkel megvan adva ugye egy-egy összetevő, és ki kell választani, hogy melyik az, ami esetleg kilóg, vagy melyik nem. Van kakuktojás is, amikor éppen ki kell választani egyet-egyet, most nem akarok még elárulni, mert a végén lesz a kakuktojás, de például jubileumokra is rákérdezünk, az idejében nagyon sok jubileumot ünneplünk a földgázszállítás kapcsán, hogy csak egyet említsek, az európai földgáz
földgázszállítás, a magyarországi földgázszállítás éppen 100 éve indult meg, hiszen Erdélyben Kissármáson fedezték fel az első földgázmezőt 1914-ben, tehát ez már egy olyan jubileum, amit azért a gyerekek a felkészülési anyagokból tudhatnak, és ugye rá is kérdezünk egyre kettőre, de néha rövidítések is vannak benne, ugye a cégnek a jogelődjei, a KVV, a GOV, vagy éppen az OKGT, esetleg ezek a betűszavak mit jelentenek, van egy kis fogalomtár is, amiből a gyerekek ezzel kapcsolatban tájékozódhatnak, úgyhogy ilyen jellegű kérdésekre lehet számítani, de ezen kívül tényleg nagyon változatos még a feladatoknak a sora. Ma délután 2 óráig itt valamelyik csapat nyer. Mi vár rá a továbbiakban, hol lesz a következő fordulója ennek a megmérettetésnek, és mi a nyeremény? 19 csapat jelentkezett az idén, ez azt jelenti, hogy egy csoportban nem tudtuk őket úgy versenyeztetni, hogy mindannyian beférjenek valahova, ezért 2 elődöntőt tartunk, de ugyanazt a feladatsort oldja meg minden csapat. Siafokon kedden már tartottunk 1 elődöntőt, ahol 10 csapat mérte össze a tudását, itt pedig 9 iskola az, aki ugyanezt a feladatsort végigcsinálja, a zsűri tagjai ugyanazok, tehát ugyanúgy pontozzák, és az összesített eredmény alapján a legjobb 10 jut be a döntőbe, tehát 9 csapattól búcsúzunk el. Ugye Siafokon 10 iskola mérte összetudását, tehát az már biztos, hogy az ottani első helyezett, akit ugye már kedden megismertünk, az benne lesz a döntőben, hiszen ha itt ugye mindenki más nagyon ügyes vagy ügyesebb, mint az ottani iskolák, akkor itt még 9 csapat a döntőbe jut. Tehát itt, akik ma versenyeznek, mivel a siafoki eredményeket mi hoztuk ide magunkkal, itt már ki tudjuk hirdetni, hogy kik azok, akik bejutnak a döntőbe. Egy hónapjuk lesz körülbelül a gyerekeknek a felkészülése, május elejére, első vagy a második hetére tervezzük a döntőt, ahol egy picit kibővített tudásanyaggal fogjuk majd a gyerekeket előzetesen felkészíteni a honlap segítségével, és ott is a változatosságra törekszünk, kicsit más jellegű feladatok, de hasonló, mint amit eddig már láthattak, illetve akik ugye nem először vesznek részt a versenyen, ők már azért egy kis tapasztalatot szerezhettek azzal kapcsolatban, hogy hogyan készüljenek fel a tanárok, hogyan készítsék fel a gyerekeket. Komoly díjazása is van a versenynek. Így van. A versenynek az összköltségvetése az 5 millió forintot is meghaladja. Nem titok, hogy az első helyezett iskolának 500 ezer forint főnyereményt tudunk adni, vagy 550 ezeret, most ezt hirtelen nem is tudom, mert évről évre azért változtak ezek az összegek. És természetesen a csapat tagokat is díjazzuk, hiszen ők is rengeteget ugye készültek, és azzal, hogy első helyezést érnek el egy-egy iskolában, nagy dicsőséget is okoznak ugye az iskolájuknak, és természetesen az ő ismeretüket is el kell, hogy ismerjük az ő teljesítményüket. Tehát a korábbi években például volt, hogy tablet volt az első helyezett csapatnak a díja, aztán nyertek a gyerekek vásárlási utalványokat, ilyen sportvásárlási utalványt, vagy éppen ilyen műszaki jellegű dolgokat tudnak vásárolni, nem akarok márkanevet mondani, abban az áruházban, aminek az ajándékutalványát megnyerik, és természetesen a felkészítő tanároknak is megköszönjük egy-egy ajándékcsomaggal a munkáját, az, hogy itt voltak velünk. Tehát az utolsó iskola is 100 ezer forintot nyer, aki a döntőben szerepel, tehát azzal, hogy bejutnak a döntőbe, azzal már biztosan győztesek, de én azt gondolom, hogy aki az elődöntőbe idejön és megméretteti magát, az már tényleg győztesnek mondható. Kik a zsűri tagjai? A zsűri tagjai az FGS ZRT-nek a dolgozói, tehát a kollektívából kerül ki. A zsűri elnöke Kresszném Egyes Noémi, ő az üzemeltetés igazgatóságnak az igazgatója. Van még egy igazgatónk, Kétszeri Csaba üzemcsoportigazgató úr. Van Gábrisné Konrád Anikó, aki még egy hölgy zsűri tagunk. Ő az FF és EBK nevezető osztályunknak a szakértője, környezetvédelem a fő szakterülete, illetve a vecsési földgázszállító üzemnek a vezetője Trézsi Miklós is a zsűri tagok között van, és a döntőben a zsűri elnöki tisztjét majd a vezérigazgató úr Fehér János fogja betölteni. Említette, hogy a jövő szakembereit is megpróbálják majd innen, ilyen versenyeken úgymond kinevelni, hogyha 10 év múlva valaki bekopogtat önöknél, és azt mondja, hogy annak idején megnyert egy ilyen lángészversenyt, akkor az tuti belépő? Nagy örömmel fogjuk fogadni, ezt már most mondhatom és állíthatom, és valóban tényleg ez is az egyik indok, hogy miért szerveztük meg ezt a vetélkedőt, hiszen a természettudományok nem feltétlenül a legnépszerűbb, vagy a legdizájnosabb, vagy trendibb tanulnivaló ugye a gyerekeknél, és szeretnénk egy kicsit ebbe az irányba is terelni őket. Ugye évről évre nekünk is szükségünk van új szakemberekre, hiszen mennek nyugdíjba a kollégáink, és nagyon fogunk örülni annak, hogyha tényleg elérjük azt az időt, amikor már esetleg egy volt lángészes köszönhetünk úgy, mint a kollégánkat. A Magyar Költészet napja alkalmából ismét megtartották a Városi Vers és Prózamondó versenyt. Az eseménynek a Bálint Ágnes Kulturális Központ adott otthont. A rendezvényt Gál István Vecsésváros díszpolgára és Gregor Bernadett színművésznő a zsűri elnöke nyitotta meg. Nem szeretném hosszú lére ereszteni egyrészt, mert pontosan tudom, hogy szegények biztos itt izgulnak, és minél jobban húzom az időt, ez annál rosszabb ez a várakozás.
Én nagyon szeretném megköszönni azt, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást, és azt, hogy ezt a délelőttöt önökkel tölthetem. És csak annyit szeretnék üzenni, azt kérték, hogy mondjak pár bíztató szót, hogy egyáltalán ne izguljatok, nem tudom, hogy hol vannak, gondolom a színfalak mögött készülődnek, mert hogy a legnagyobb szeretettel és várakozással várunk benneteket és a produkciókat, úgyhogy szerintem akkor kezdjük el. Ká, László, Szilvia, borzalmas dolog lehet az iskola. De kell majd ülni egy kényelmetlen padba, egész nap ülni kell, csöndben figyelni. Nem tudom, hogy fogom én ezt majd kibírni. Jutka azt mondta, ott nem szabad beszélni. Csak akkor, ha kérdez a tanítónéni. Akkor viszont fel kell állni, egy táblához kimenni, de minek? Tudok én ülve is beszélni. Úgy hallottam, Dani mondta, én ezt nem láttam, 100 könyvet kell vinnem az iskolatáskámban, meg még füzetet is, legalább 20-at. Az egész táskát inkább vinné el a 20-at. Szomszéd Laci ijeszgetett, majd fekete pontot kapsz, na és majd rajzolok belőle bogarat. A fekete pont lesz a bogárnak a hasa, 6 kis vonal a lába, és büszkén viszem haza. Néha azt gondolom, az iskolában talán lesz valami jó is, mondjuk néha napján. Például az, hogy tanulunk betűket, és majd én olvasom a kedvenc meséket. De egy jót az iskoláról már most is lehet tudni. Soha többé nem kell majd délután aludni. És igaz, hogy nagyon jó volt az óvoda, emiatt mégiscsak jobb lesz az iskola. Az idei városi vers és prózamondó verseny első helyezettjei a következő tanulók lettek. Weishaupt Nóra, Preg Dorina, Lázár Csilla, Simon Eszter, Sztyelik Anna, Kányi Viktória, Somogyvári Antónia, Gallen Gábor és Bürgés Sándor. De ahogy a versenyen is elhangzott, nem csak a győzelem, a részvétel az igazán fontos. Zenés irodalmi délután tartottak a Róder Imre Városi Könyvtárban április 11-én. A költészet napja alkalmából a Mi Újság zenekar szórakoztatta az érdeklődőket. Roskadakásás hú, csöpörőzget a bádogerf már. Elfeketült kupacokban a jégen alél tova tűnik. Puttyan alé a csatorna felé fodorul cseregára. Innan a könnyű derűkkel ereszket az égi magasság, s boldog vágyveti ingét pirral a reggeli tájra. Látod, mennyire félve ocsúdva szeretlek, Flóra? Egy csevegő szép olvadozásban a gyászt a szívemről, mint sebről a kötést tele oltad újra bizserket. Mintegy 20 fát ültettek a múlt hét folyamán a főúton a Föld napja alkalmából. Az akció részleteit Pável Béla alpolgármester ismerteti. Ugye körülbelül egy 20 fáról van szó. Ezt már tavaly jelentkezett nálunk egy vecsésre települt kuvaiti cég, akik különböző zöld módszerekkel szállítmányozást vállalnak a repülőtérről, és hát kitüntetést is kaptak, de ez a mostaninak különösen örülök, hogy itt a rendőrség előtti részen egy 20 fával tudtuk szépíteni a környezetet, hát majd 400.000 forinttal támogatták vecsésnek ilyen zöld mozgalmát, de hát a Földnapja alkalmában Lokálpatrióták Egyesülete szokta szervezni a személygyűjtést és a faültetést. Hát ezt most már 90 óta csináljuk, tehát most már 24 éve, és hát most már azért van egy pár szép fasor, például a temetőben az a dohányfasor, vagy a Jókai utcától, a templomtól lefelé gömbjuhar fasor azért most már nagyon szépen mutatnak,
tehát most már azért van eledménye, vagy például a Anna utcai játszótérnél is, tehát lehet látni, hogy van eredménye ennek az akciónak. Ezúttal milyen fákat ültettek? Most itt is gömbjuhart, igényesen biztosítottunk kertészt az ültetéshez, tehát hogy nagy lugban, műtrágyával, fákkal kitámasztva, kikötve a fa, és garantáltan, hát ugye a locsolást azt most még meg kell szervezni, hogy de hát az idén gondolom nem lesz probléma, még igen sok közmunkásunk van, tehát ezt a 20 fát itt ugye a nemzetiség előtt is, hát egy 3 fa tönkrement, azt is tudtuk kicserélni ebből az alkalomból, úgyhogy a földnapján általában a 90-es években mindig szemetet gyűjtöttünk, főleg az Almáskertnél, a Széchenyi út végén, hát több vagon szemetet vittünk a lerakóba, de akkor még a lerakás nem jelentett problémát, mert saját szemétbányája volt a városnak. Hát most már ez problémásabb, mert a lerakási díj igen magas. Aztán egy 10 évvel ezelőtt, ahogy az áza ide került, megpróbáltunk egyességet kötni vele, hogy hát 50%-os kedvezményén rakjuk le 2 héten keresztül. Most még inkább megszigorította az áza a dolgokat, de azért azt ki tudtuk harcolni, hogy 30%-os kedvezménnyel 3 héten keresztül tudjuk lerakni a szemetet. Ebben most már az önkormányzatnak is, polgármester hivatalnak is bele kellett kapcsolódni. 2 részre bontottuk az egész akciót. A külterületen a mezőrök vezetésével ők összegyűjtötték, hol vannak szemetek, konténert vittünk oda, leraktuk az ázába. A belterületen, meg Orbán Erika vezetésével, a közmunkások közreműködésével szintén a szemetesebb helyeket összegyűjtve megpróbáltunk hát rendet tenni a városon belül. Idén lesz a személygyűjtés. Ugye én a lomtalanításra emlékszem konkrétan, ugye az április 26-án lesz. Itt egy lényeges dolog van, hogy egy nappal előtte lehet csak kirakni a szemetet. A veszélyes hulladékot, tehát gumit, bontási anyagot, vegyi anyagokat nem lehet kitenni, viszont háztartási mennyiségben 26-án a Városgondnok Kft. Székhelyén le lehet adni délelőtt folyamán, tehát 8-tól 2 óráig a vegyi anyagokat, olajos rongyokat, gumit, akkumulátort, tehát fogadják, de az a lényeg, hogy háztartási mennyiségben fogadják. Közeleg a húsvét. Az ünnepről, annak üzenetéről, valamint a miserendről dr. Huszka Mihály plébánost kérdeztük. Nagypénteken nincs szent mise az egyházban, és nem is helyes ez a kifejezés, hogy csonka szent mise, csonka mise, hanem az előző nap, azaz nagy csütörtökön konszekrát, azaz átváltoztatott szentostjával áldozunk. És ezzel fejeződik be a nagypénteki liturgia. Nálunk Vecsésen 7:30-kor ezután elmegyünk az Epresbe, és közös keresztutat végzünk. A új keresztől indulunk, amely azért tett állítva, hogy emlékeztessen bennünket a barokk templomnak a emlékére, plusz egy fel nem épült templom emlékére és a kitelepítésre. És itt gyülekezünk, és 7:30-kor közösen imádkozunk a városért. Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik a Szent Liturgia a Szent Kereszt templomban, a nagypéntekit a Jézus Szíve templomban tartják. A fény liturgia, így nevezzük a nagyszombat liturgiáját, mert a tűzszenteléssel kezdődik, a megszentelt tűzről meggyújtjuk a húsvéti gyertyát, amely a feltámadt Krisztus szimbolizálja. Ünnepélyesen bevonulunk, és elhangzik az örömének, a feltámadásnak az öröme, és ekkor, aki eljön a liturgiára, fog kapni egy szép gyertyát, és a húsvéti gyertyáról meggyújtjuk a kis gyertyáinkat, azaz továbbadjuk a fényt, amellyel az örömet és a szeretetet, a feltámadt Krisztus örömét szeretnénk továbbadni mindenkinek. Papi Bence képviseli hazánkat az április 15-e óta zajló ifjúsági ökölvívó világbajnokságon Szófiában. A Vecsés SL színeiben induló 75 kg-os Papi Bence súlyában 41 induló van,
Az első körben a legjobb 32 közé jutásért boxolt a fiatal öklöző. Mivel kenyai ellenfelét már az első menetben technikai KO-val legyőzte, Bence a legjobb 32 versenyző között folytatja a világbajnokságot. Május 10-én ismét lesz lóti futi a sportpályán és az azt környező utcákban. A Vecsésváros önkormányzata által rendezett nagyszabású sporteseményre bárki jelentkezhet, a nevezés nincs korhatárhoz kötve. A nyílt utcai futóverseny délután 2 órakor indul. Jelentkezni előzetesen az iskolák testnevelő tanárainál és személyesen a polgármesteri hivatal 7-es irodájában, valamint a helyszínen 12 órától lehet. A lótifuti részletes versenykiírása a város hivatalos honlapján a www.vecses.hu-n olvasható. Köszönöm figyelmüket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának április 18-ai adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 18 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra! Thank you.